Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és az RTS 2-ből jelentkezem ismét. Ugye az előző Budapest Grácz fuvar után most valami mást keresünk majd, éppen Dávid javaslatára megnézek egy más fajta szűrést. Tehát nem a távolságra vetítettet, hanem az úthosszát nézzük. Hol a hossz ennek? Vagy ár szerint rakjuk sorba őket. Ez a legdrágább, aha. Hát így is a 6000 körül keresek. Végül is. Bécsbe lehet menni. Itt pedig. Valamennyi. Na mindegy, most ezt elviszük, akkor Bratislava és Krakó között utazunk egyet. Most hol vagyunk egyébként? Grácsba vagyunk, de olyan furcsa egyébként, mert én úgy játszanám ezt a játékot, hogy mivel elmentem most Grácsba, akkor már menjünk már Grácsból. Így van, legyen így. Játsszuk ezt a módot. Elmegyünk akkor Grácsból Pécsre. Pécsen nem voltunk még soha, úgyhogy elmegyünk Grácsból Pécsbe. Pécsbe. Pécsre. Jó, és ezzel a Renault-val megyünk, amivel szintén nem utaztam még, úgyhogy biztos izgalmas lesz. És 28.630 pénzünk van, ami tök jó. Egyik kommentelő írta, hogy sose gyűjtöm össze, én nem hiszem, hogy sose, itt mindig gyűlik, úgyhogy én optimista vagyok. Felrakom a kis táblácskámat, ami rajta vannak, hogy mit kell megnyomnom, hogyha mondjuk azt szeretném, hogy mondjuk kapcsoljon be a lámpám. Mert ezt ugye fejtem, mint a szél. Nem akar megállni a kis feszlim. Na gyerünk, így. Így most jó lesz, így jobban látom. Oké, kicsit lejjebb veszem a fülemről a zenét. Jó, ez elindult. Nagyszerű. Egész jól néz ki ez a Renault belülről, azt kell, hogy mondjam. Valaki szereti a Renault-t? Egyébként így az ötössel áll vissza középállásba, ez jó. Mert van itt a kijárat, hát nem arra. Viszont rajt vannak már, nem tudom mik ezek, így nézzük, hogy mik ezek. Azt mondja, hogy a melyik és ez a kette, ez a nézet, ja. Á, egy traktort viszünk. Erre kifordulunk egy kicsit, betesszük egyesbe. Egy kicsit kifordulunk vele ide a fényre, hogy meglegyen akár az index képünk is a kamionról. Ez egy érdekes jószág egyébként, amit itt cipelek. Jól néz ki. Nem néz ki rosszul ez a kamion, és ennek így fékezek, akkor így, aha, így rugózik az egész viltofülkéje. Gondolom baromi kényelmes lehet. Na, jó van. Akkor erről ennyit. Álljunk vissza, és akkor menjünk is. Szép halka belső fülkében a hangok tök jók, tehát ezt akartam kihozni ebből. Aha, arrafele. Jó. Nem jártam még ezen a telephelyen, azért vagyok ilyen béna, hogy merrefele kell kimenni, de gondolom ez is ilyen sablonos cucc. Hopp. Ezt most elég közelre hoztam. Azért megnézném ezt kívülről, mert a kamionoknál előfordulhat, hogy azért ez elmegy simán. Így is van, ez elmegy simán. Jó. Csak még nem szoktam meg ezt a dolgot, mert ott is elmegy, jó. Oké. Álljunk be középre, aztán nézzünk. Keressük az utat. Na jó, ez jó lesz nekünk itt kijáratnak. Fekvőrendőrt abszolváljuk, aztán. Jó gyors ez a kamion. Egyébként nem néz ki a rossz ez a Renault se. Nem tudom, Renault kamionok milyenek így a játékba. A véleményetek szerint. Erősek-e vagy sem. Onnan jók vagyunk, onnan is jók vagyunk. Egy indexet azért megejtünk. Így maradt a kamerállás, de végül is nem baj. Beállunk egy ötösre, és akkor már megyünk is a kis irányú. Valami lesz itt bal kész felől. Majd föl fogunk fedezni Grácsba. Hamarosan. Hát, bizakodjunk. Jó. Hát elmentünk mellette, mint a szél egyébként, nem tudom mi az. Valami kereskedés. Nem, munkaerőpiaci izé volt ez. Nem fedeztem fel, ahhoz be kellett volna fordulnom, ezeket akkor fedezem fel, hogyha befordulok.
területre. Kellemesen húz ez a izé, vagy nem nehéz a szállítmányon, valami van, mert igen, jól megy ez a gép. Jó, sikerült a tempomatot is egyből megtalálnom. Erre a gombra raktam rá. Remélhetőleg jól hallatszok. A mikrofont ezt mindig így állítgatom a... Most kicsit távolabb van, mint szokott lenni. Kaptunk egy pirosat. Itt nekem erre fele kell mennem, de itt zölden van, és hogyha kifordul a kolléga, akkor... És hát enyém meg elindulna a járművem. Jó, még zöld volt. Akkor aztán tök jó lesz nekünk, így van. Most elvesztem a Rust videókba egyébként a napokba. Na itt aztán meg is tolhatjuk neki, azt hiszem. Most valami beakad a kis pedálom, ez nem annyira jó hír, de mindegy, majd megoldjuk azért. Szóval sok Rust videót forgattam a napokba. De azért ilyeset se akartam hanyagolni, úgyhogy azért is visszatértem hozzá, most egy jó késői órán rögzítem ezt a videót. Hoppá, 80 fölött megyünk egyébként. Ó, itt azért valamit majd ki kell találnom, hogy ne halljunk meg egyből. Azt mondja, hogy egyenesen kell nekem menni, úgyhogy itt ezt gyorsan leterrorizálom, ezt az autóst. És egy kicsit idébb kell húzzam a pedálomat, mert... Elnézést, hogy lefejeltem közben a mikrofont is. Nagyon beleakadt egy hátsó valamibe. Hopp. Na, oké. Kézifék. Az melyik? Ez, oké. Beállítjuk a ülés pozíciót újra, mert elgurultam, meg minden bajom van. Így, né? Mielőtt nagyobb balesetet okozok. Na, melyik a kézifék kienged lámpa, az ilyen kis közepesen bekapcsol, és akkor, ha rallis pozíciót vettem fel, ilyen nagyon tört kezemmel vezetek. Nem nyújtott kézzel, de mindegy. Jó is volt itt megállni, mert legalább meglátjuk, hogy milyen lassan megy fel egy kamion, hogyha megállok a dombon. Szerencse volt, hogy nem mentem neki itt a dolgoknak, mégis tudjébb kéne csúsznom egyébként. Beindexelünk aztán talán akkor minden jóra fordul, egy kicsit idébb kell még csusszannom, és akkor most így már jó lesz, jó van. Oké, na hát akkor ennyi kis közjáték után most már tényleg irányba mehetünk. Nem tudom, hogy nem kéne 87-tel mennem, amikor... Ez nagyon erős ez a kamion, vagy nem tudom, mi történik itt, kérem. Jó, mindegy, beállítottam ezt a 81-et, úgy néz ki. Az előző részben is 80-nal engedett csak menni, nem engedte a 90-et, viszont volt olyan videó, amiben 90-nel tudtam menni, ez valami súlykorlátozásos cucc lehet. Gondolom én, laikus, vagy ország specifikus. Most ugye Ausztriából megyek vissza Magyarországra. Az is lehet, hogy más országokban voltak esetleg eltérő szabályok. Szép a táj, nagyon egyébként. És jó idő is van, végre nem esik az eső, egyenes a pálya, mint az Alföldön mennénk, úgyhogy tök jó. Még inni is tudok talán, úgyhogy nem megyek neki semminek. Ott ment a policáj. Ki is tudunk esetleg tekinteni. Mondjuk nem a kanyarba kéne. A külső nézetet meg tudjuk nézni, hogy milyen a kamionunk, amikor így megy kint az országúton. Milyen jól néz ki. 90-nel lehet itt menni. Na gyorsan üljünk vissza, mert ebből balhé lesz. Így van. Oké, jó lesz ez így nekünk. Ó. Satufék, és besorolunk, ide kell nekem lemennem. Előbb fékeztem, aztán lefordultam, aztán néztem csak belőle körül, hogy nem a sodrok el valaki, de mondjuk olyan nehéz autómban, hogy macsa se lett volna szegénynek, hogyha belül van. Ó, nem lassulunk azért teljesen le, hogy talán így föl tud még kapaszkodni a jármű. Kiengedem azért, amennyire lehet jobbra, hogy a vége is el tudjon fordulni. Félelmetesen szűkek ezek az egysávos dolgok egyébként kamionból. Jó, onnan jók vagyunk, onnan meg nem látunk semmit. Az égvilágon nem látjuk be jól. Jó, hát most már talán nem jön belénk senki, és hát így el is fordulunk azért, oké. Okay. Most mondjuk egy sima ilyen kétsávoson, nem tudom, ez milyen hosszú lesz az útunk.
Összesen van még 253 km, tehát még jócskán tudunk benne autókázni. Vélhetően, hát ez egy kicsit hosszabb út talán, mint a Budapest-Grác volt. Vagy nem tudom, lehet, hogy kb. Annyi. 80-ra pártunk. Megpróbáljuk ezeket a kanyarokat bevenni 80-nal. De talán ez nem is akkora kihívás egyelőre. Bár elég gyorsan, meglepően jó üzemel ez a Renault. De lehet, hogy csak szerencsém van, hogy mit tudom, egy erősebb Renault fogtam ki, vagy a súlya, amit cipelek, az pici. Csomó minden lehet, ami okozhatja. Jönnek szembe a szép kamionok. Lehet nézegetni a tájat. Ezek a jobb tájak úgyis az autópálya melletti, amik itt a... Jújj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 
beágazás a közeljövőbe, de nincsen nagyon. Hoppa, egyszerűen visszaveszünk egy kicsit az arcunkból, mert itt már csak 70-nel lehet menni. Itt meg már csak 50-nel. Vámcoll. Jó, 51-re beállunk. Beértünk a magyar határhoz. Átkelünk szépen, nem csempészünk semmit, úgyhogy kimegyünk a külső sávba, nem tudom melyik a kamionosoké, de maradjunk inkább itt. Szépen 50-el átdöcögünk. És már mindjárt itthon vagyunk. És akkor elmegyünk Pécsre. Most láttam már a nagy térképen, ott már jelöli azokat a településeket, ahol már én tiszteletemet tettem. És az azért jó, mert akkor próbálok olyan helyekre elmenni, ahol még nem jártam. Hogy nőjön a kilométer és lássak új dolgokat a játékba. Ez még mindig az alaptérkép, tehát még mindig nem hagytam el. Illetve nem az alaptérkép, vélhetően ez inkább a Going East lehet, vagy talán abban van benne ez a Pécs, meg az ilyesmi. Most miért van lehet itt 50-en? Itt lehet majd jobban menni. Szóval lehet, hogy ez nem az alaptérkép. Na, 75. Mennyivel lehet menni itt 70-nel? És 72-re állítottam be a tempomatot. Azt hiszem ezzel lehet lejjebb venni, nem? Vagy ezzel? Hopp, nem, ez a kanyar. Hopp, pedig mit, hogy erre raktam volna rá, én laikus, vagy erre raktam? Erre raktam, oké, a lefőrre. Oké. Belenyúltam értelen a kormányba a billentyűzettel. A minap néztem egy live-ot egyébként, meg szoktam nézni így az RTS-eket, hogy mit csinálnak rajta emberek. Valaki billentyűvel játszotta. Hát csak abból gondoltam, mert ilyen hirtelen kormánymozdulatok voltak benne, nem ilyen lassúak, mint mondjuk, ahogy látjátok, hogy csak picit elfordítom a kormányt, és akkor úgy marad ebbe a szögbe, és akkor úgy kanyarodok. Pécs egyenes, Budapesten itt kéne lekanyarodni, de menjünk tovább Pécs fel. És hát meglepő volt, hogy milyen jól tolta neki. Bár mondjuk egy olyan szerverre játszott, akkor ezerrel mentek, nekem nem is tetszett az egyébként. Az, hogy hát mennyivel mentek, hát ilyen 150-nel vagy ilyesmivel, tehát nagyon gyorsan mentek. Olyan a világon így szerintem, hogy kamionok annyival mennek országutakon. Úgyhogy mindenképpen ha multizunk, akkor én azért kultiválom majd azt a szimulációs szervert, ahol limiter van. Mindenképpen. Talán kevesebb is rajta az álmokfutó, én úgy gondolom. Hogyha vannak szabályok egy szerveren, akkor azokon kicsit talán olyanabb játékos állomány van, akik talán jobban betartják a szabályokat, és egy kicsit kulturáltabban játsszák a játékot. Na. Senki nem előz, akkor egy kicsit nagyobb ívet tolok. Főleg itt engedem kijebb, és akkor jó, kicsit a hátulját bejebb húztuk, és akkor elvileg még 168 km ezen az úton. Jó, ugye beállunk 70-re itt is. Hogy állunk időbe egyébként? 16 óra 30, az nem kéne, hogy még sötétedjen, úgyhogy. Majd ha vérprofi leszek, akkor lehet, hogy beállítom a váltást is, mint olyant. Nem tudom, ezek elég sok sebességesek ezek a kamionok, nem tudom, hogy viselkednék, hogyha mondjuk váltogatnom is kéne, de végülis játszottam már sok játékot, amiben váltani kellett.
ki lehet próbálni ezen is. Hopp. Megint kanyarodunk. Azt mondja balról jó, jobbról meg jön egy valami, de azt megpróbáljuk megúszni. Bocsika, egy kicsit nagyobb ívbe kanyarodtam, de talán elférsz tőlem. Oké. Okay. Jó van. Még mindig balesetmentesek vagyunk, amióta. Illetve nem, egyszer lekoccoltam azt, amíg az első vagy második részben volt, a körforgalomban lekoccoltam valakit, mert holtérben volt, de az csak egy ilyen kis hárommal mentünk, tehát ez nem számít. Ilyen frontális ütközésen nem volt. Ja, tényleg azokon a szervereken egyébként, amit néztem ezt, hogy mennyivel mennek ott a kamionosok, olyan karambolok voltak, nem tudom azt, abban mit élveznek egyébként, hoppa, kicsit gyorsan megyek, nem? Igen, hagyom kigurulni. Tehát volt egy személygépkocsi, meg volt egy csomó kamion, itt olyan négyen voltak talán, és a személyautó az állandóan balesetet okozott, de még csak nem is volt gonosz egyébként, csak szerencsétlen volt, vagy csak úgy fán ment, aztán baleseteket okozott, egy keresztbe álltak a kamionoknak az eleje, azt így nem is tudom, hogy felborultak, meg mindenféle ilyen fura dolgot műveltek szegények. Csak nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Szóval én, ha játszom, akkor szeretem úgy szabályosan játszani, meg szimulálni dolgokat, és akkor tényleg ugye odafigyelni egy olyan részletekre. Úgyhogy mindenképp olyan szerveren szeretnék játszani, ami limiteres. Na itt egyenesen, most már megyünk Pécs fel elég jól, 122 km, de egy érdekes szakasz, mert ugye nem sok autópálya van errefele. Úgyhogy ez mindenképp érdekes, hogy ilyen kétsávos utakon megyünk, de ennek van varázsa is, tényleg ezek a kétsávos utak is jó pofák, itt van forgalom, jobban kell figyelni. Erdők, tájak, lehet jól sasolni, hogy mik vannak errefele. Vannak leágazások, de ezek ugye nem bejárható útszakaszra vezetnek. Érdekes módon ilyen kis sötét kell kezdeni pedig. Csak 17 óra 29 van a játék szerint is. Azt nézem, hogy hol van ilyen mérő. Tehát, hogy könnyen megtalálom, mert mondjuk, hogyha valahol mérnek. Vagy ez ilyen nehéz ügy, aztán mindenképpen lekapcsolnak, hogyha a rossz csontkodok itt egy benzinkutikon, mert a táblán szokták írni, hogyha mérő hely van. Vagy mondjuk a kigvér profik azok tudják, hogy hol van egy vasúti átkelő hely. Ó, de jól néz ki. De jól nézett ki. Ezen se keltem még, hát ez is egy feature volt számomra egy játékban. Megyünk tovább. Tetszik egyébként ez a Pécs felé vezető szakasz, jó pofa. Ezzel a ilyen kerti utakkal, vagy hát ilyen kétsávosokkal itt tehenek jobbról balról. Egy kollégákba is belebotlok, itt most egy kicsit csalok. Mert úgy érzem, hogy talán nincsenek itt ilyen mérők. Jó, most beszéltem a szabályosságra, de annyira nem szegélyedem meg a szabályokat, csak ezt a 80-90 környéki sebességet használom ki, amit ugye a kamion elvileg tudhat. Bár lehet, hogy aztán tényleg ezek is mennek 150-et, nem tudom, az mennyire reális. Nagy súlyokkal nem tudom, úgy mondjuk semmiképp sem, hogy a emberfelelősség tudatából vezetés. És akkor úgy megy 150-et egy ilyen monstrummal. De elkanyarodunk a kolléga után. Kicsit körbe tekintünk. Talán nem jön semmi. Onnan se. Nem jól van, oké. Okay. Beállunk középső pozíció, ezt már valami gombra kirakom. Valami, ami fölösleges, ami jelenleg van. Van fényszórom, kézifékem, motorfékem, soha nem használtam a motorféket. Egyébként, mondjuk akkor rányulnák, ha valami vészfékezés van. Mert minden egyes ilyen fék ide alulra van nekem rakva az alsó gombokra, úgyhogy akkor így a féket is nyomom meg, ami még így a kezem ügyébe kerül. Szóval akkor nagy valószínűséggel meg tudnák állni. Ja. De lehet, hogy mégiscsak az... meg esetleg azért lehetne a pótkocsinak a golyaláb leengedője, az van ide rakva, azt esetleg ki lehetne váltani. Egy... Mi ez itt? Le kell kanyarodnom, az elment egyenesen, én meg lefordulok.
Szóval azt még esetleg el tudom képzelni, hogy azt kiválthatnám egy ilyen centerbe állással, az jó lennét, kényelmes lenne, ha itt megnyomnám, aztán középre állna a cucc. Na, hogy állunk? 52 km, lassan beérünk, és 20 perce megyek. Vélhetően most leszek igazából negyedik szintű szerencsétlen, vagy szerencse nélküli, vagy mi ez, egy zöldfülű. Akár lehetne szerencse nélküli is. És ha az megvan, akkor hogyan vannak a lámpások? Na, nyomkodjuk, jó, bekapcsolom egy kicsit ezt a lámpát. Akkor lehet, hogy megkapom azt a lehetőséget, hogy nagyobb hosszabb távú fuvarokat tudjunk szerezni, és nem ez a 6000 euró, hogy mi volt itt? 6000 euró a maximum, amit ki lehet hozni mostanában egy fuvarból nekem. Talán ez is nőni fog, és akkor jobb üzleteim lesznek. Most már nagyon közel lehetek Pécshez egyébként, mert hogy ez lehet már Pécs külterülete a háttérbe. Ja, ez nagyon jó volt, beleütöttem a kis egérkémbe. Na, ezeket kell majd elkerülni, hogy ilyenekre gyorsan tudjak reagálni. És beleütöttem az egerembe, ezt fölnéztem a holdra. És ez elég veszélyes lett volna, hogyha mondjuk forgalom van, és mondjuk hirtelen kellene volna kinéznem. Vagy valamit csinálnom. Ez mit csinál itt mellettem? Dombon kanyarba? Te tudod, barátom. Jó, be is csapott elém, nem is hagyott egy kis helyet. De mondjuk eddig úgy nagyjából az AI-val is úgy elégedett vagyok, nem sok vizet zavartak. Mit csinál ez itt? Lefordul. Nagyszerű, ezért kell előzned, ugye? Oké. Te meg onnan jöttél, én meg megyek egyenesen. Erre mi van? Ja, ott le van zárva. Benézek, ha már rendes út, de nem rendes út volt. Ez a lámpásom, ja. Hát kint hagyjuk ezt a nem tudom milyen lámpa. Ez most, hogy ez tompított, mert ez ott az ikonja. A műszerfalon, úgyhogy ez a tompított. Jönnek buszok, mindenféle járművek. De jó, tetszett nekem ez a Pécs szakasz, teljesen tök jó. Ha tehetném, innen átmennék valahogy Szegedre, nem tudom merre fel van, hogy kertek alatt is át lehet menni, vagy csak mondjuk a föl Budapest fele, mert akkor valószínűleg izé lesz továbbra is ilyen mit még 70-en lehet menni, hogy ráfékeztem. Azt hittem, hogy 50-es tábla volt kint, de akkor nem, de itt viszont már igen, úgyhogy már visszalassulunk 50-re. Tempomattozunk úgyis az első lámpáig kb. Idáig pont. Finoman megállunk. Aztán indexelünk is, melekkel fordulunk, és ott már magyar rendőrautók vannak. Iszok itt a pirosnál. Yeah. Na, jó, mondjuk használjunk egy sávot, mert az mégiscsak az illik. Pécsen nem nagyon voltam mostanság, úgyhogy nem tudom, mennyire reális a térkép. Ez itt egy mindjárt zöld. Jó, és akkor, hogyha zöld lesz, akkor itt a következő etapon át is sorolnák ide. Mert lesz egy lekanyarodásunk balra, a telephely fele. Itt majd. Ó, de szerencsém van, és mondjuk nem annyira szerencsés vagyok, mert most ez itt egy ilyen. Jó, szerencsém volt, belülről nem jött senki belém. Magnum, az a neve ennek a kamionnak, azt hiszem Renault Magnum, nem? Ha jól gondolom. És most fele indexeltem, ide jöttem át. Oké, most középen megyek. A jó megbüntet a rendőr. Meg 60-nal megyek, te jó ég, miket csinálok? Na. Okosan, ügyesen. És füstölnek a kémények, ahogy kell Pécsen. Ott van egy szerviz, ha jól látom. De mi ide igyekszünk, itt van a kis telephelyhez kell becéloznom. Nagyobb ívvel fordulok, hogy parkolást is tudjam már egyből majd kezelni. Ezt is beled van, hogy autóan is állítani, hogy ne kérdezze meg.
Erre fele kell mennem. Jól van, jól van. Akkor úgy csináljuk, hogy itt fordulok el erre. Így mi. Megfordulunk, és akkor kicsit kijárok, megijesztem itt a közlekedőket. Hoppá! Nem így erősek. Jó, most ha látják, hogy itt vagyok, talán nem rohannak belém. Ez jó, csak nem tudom, hol van a másik kapu, de talán nézzük meg azt így külső nézetből. Jó, ott nincs gond, oké. Akkor egy kicsit nézzük így most a dolgokat. Jó lesz ez, kb. Legalábbis azért ezt abszolváljuk, így a kaput megusszuk. Jó. Jó, így most akkor megpróbálunk bekusszanni a helyünkre. Jó, így bearaszolok oda. Így is látni fogom, hogy mikor lóg be a széle, talán most már. Jó, még egy kicsit bejebb húzzuk. Egy. Oké, kiegyenesítjük, aztán egyenesen megyünk hátrafele égni. Mintha mi se történt volna. Ez elvileg tökéletes lesz. A másik felét azt most nem tudom egyébként, de... gondolom jó az is. Jó. Letesszük üresbe, és azt mondjuk neki, hogy oké, leengedjük új lábakat, és 26 percet mentünk. Megkapjuk a kis jutalmunkat. Szinte tökéletes volt. 5503, és ha minden jól megy, köszönöm. Még mindig zöldfülű vagyok, most 4-es zöldfülű vagyok, de lehet, hogy oszthatok pontot. Akkor viszont én, ha van egy pontom, akkor erre tennék rá egy nagyobb távolságot, tudjunk áthidalni a következőkben. És már nem vállalok el fuvart, mert ugye egy epizódban egyet szoktam csak csinálni, de megnézzük, hogy mik vannak, milyen opcióink lesznek a következőben, hogy egy kicsit már jobb bizniszeket kössünk. Mentünk így ár szerint végül is. A lényeg az, hogy koncepciómat tartva Pécsről indulunk. Hát nem sok fuvar van. De Szegedre el kéne jutnunk viszont. És hogy vannak ott az utak, hadlám? Hadd nézem meg. Itt lehet nagyítani, vagy valami? Nem nagyon támogatja ezt nekem, de... jó. Ezt itt be tudom zárni talán, vagy az egészet bezárja, nem csak ezt, jó. Nekem egy térkép kell, így van, ez az. Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudnak... Arra fel lehet menni, nagyszerű hír. Jó, hát akkor itt átcsapunk Szegedre. Persze, hogy elmegyünk Szegedre. Milyen hangos lett a zene, vagy csak nekem a fülemen? Na mindegy, lejjebb hallgatom a fülemen aztán. Talán csak az én fülemen hangos a zene, de lehet, hogy nektek is egy kicsit hangosabb lett ez az új track. Minden esetre én akkor most így elköszönnék, elnyomom ezt a tracket, és akkor biztos nincsen ilyen probléma. Nem hiszem, hogy olyan gyors ki billentyűt találtam meg, ami megzavarta itt a dolgokat. Na, akkor a következő egy Pécs-Szeged fuvar lesz valószínűleg, és ezzel fogom folytatni majd a gyűjtögetést. Most mennyi pénzem lett, nézzük meg. Azért azt mondja, hogy 34.133, a következő már 40.000-em lesz, az már akárhogy is nézzük, az egyharmada a durván a kamion árának, de azért rossz kamiont nem akarok venni, úgyhogy nagyon jó alapot fogok venni, úgyhogy ha kell, akkor még gyűjtök továbbra is, amennyit csak kell hozzá, mert nem sietek annyira, végül is miért sietnék. Mindenképpen egy normális kamiont szeretnék vásárolni majd a multihoz, amikor veletek majd játszogatok, meg ugye a multiban magam is tevékenykedni fogok valószínűleg. Jól van, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, lájkoljátok, és jövök hamarosan vissza ETS 2 tartalommal. Sziasztok!